Mikor érünk már haza? Türelem, Manu, már nem sok idő. Ezt mondtad 3/4 órája is. Nem sokára már világosban odaérünk anyáikhoz. Na persze. És hogyan? Nézd csak, megmutatom. Először is minden új lesz. Szebb vonatok és új sínek lesznek. Mind össze lesz kapcsolva a vonattal, a villamossal... És a metróval? Igen, több metróvonallal is. És sokkal kevesebbet kell majd naponta gyalogolnia, lépcsőznie és várakoznia több százezer embernek, akik Budapest körül élnek. Több százezer? Bizony. Nem csak mi járunk ám be minden nap a városba. Képzeld, lesz olyan, aki fél órával kevesebbet fog utazni. Nyugodtabban és átszállás nélkül. És én könnyebben fel tudok majd szállni rá. Igen. Mert lépcső nem, de klíma lesz minden vonaton. Az jó, mert már majd megsültem. Szia életem! Magyarország kormánya felújítja a hévhálózatot. Új hévkocsik érkeznek. A Csepeli és Ráckevei hívet bevezeti a belvárosba. A hosszú távú cél az északi és déli vonalak összekötése egy Duna alatti alagúttal. Ez lesz az ötös metró.